Jó estét kívánok, tisztelt képviselő hölgyek, urak! Egyúttal boldog új évet kívánok mindenkinek. Kérem, hogy jelentkezzenek be, hogy elkezdhessük az ülést. A rendkívüli ülés polgármesteri döntés SMS 20-as szakasz első bekezdés alapján úgy látom, hogy 17-en jelen vannak, tehát a 25-ből 17 fővel határozatképesek vagyunk. A jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolnám Farkasné dr. Kéri Katalin képviselő asszony. Szuper, köszönöm. Köszönöm. Remélem a feleségem nem látta. És Ludányi Attila képviselő urat, akitől több önmegtartóztatást kérnék szépen, köszönöm. És akkor talán szavazhatunk is, hogyha... Jó, tehát egyszerű szótöbbségű határozat következik. Kérem, most szavazzanak. Tizenhét igen, nulla nem, nulla tartózkodása. Elfogadtuk. Tehát akkor napirendi vita. Egy kiküldött nyilvános napirendi pontunk lenne, ez a KEO pályázat két intézményünk esetében. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása az egyszem napirendhez? Ha nincs, akkor a napirendi vitát lezárnám, és egyszerű szótöbbségű döntsünk a napirendről, kérem, most szavazzanak. Szépen, 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk, tehát akkor vágjunk is bele. Az egyetlen napirend, ahogy említettem, KEOP pályázat, épület energetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázatról szólna, amelyben, ahogy említettem, két intézmény, a Teleki Blanka Általános Iskola szerepel, illetve a Hét Szín Virág Óvoda. Ehhez kell a pályázati önrész pontosan megjelölni, erről szólna az előterjesztés. Kérem, hogyha kérdés van a napirenddel kapcsolatban, akkor tegyék meg. Nincsen. A vitát megnyitom. Bajászki Áron, frakcióvezető úr. Elnézést, a bizottsági kör kimaradt, de ja. Egyébként a most ezt a kérdés a bizottságon is elmondtam, hogy alapvetően a környezetvédelmi alapban is voltak ilyen jellegű támogatások betervezve, illetve egy kicsit nehezményeztem, de azóta megbeszéltük az Aszalós Péterrel, hogy a jövőben tájékoztatni, illetve be fognak fogadni az ilyen döntésekbe, hát ha hozzá tudok járulni egy bölcsebb döntéshez. Mindenképpen támogatom, és nagyon jó dolog, csak hogy jó lenne, hogyha ezben föl tudnánk használni ezt a testmegelvi pozíciót, ami nekem megszavazott a testület. Köszönöm. Köszönjük. Köszönjük szépen, frakcióvezető úr. Farkasné dr. Kéri Katalin képviselő asszony. Tisztelt képviselőtestület, most az ülés előtt tartottunk pénzügyi bizottsági ülést, megbeszélést. A kivonat a határozatunkból elkészült, csak nem látom itt kiosztva, valószínűleg nem volt rá elég idő. Azért tájékoztattam a testületet arról, hogy a pénzügyi bizottság egy tanulat támogatta az előterjesztés megültetását és elfogadását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök asszony Cserbus László, frakcióvezető úr. Köszönöm szépen. A gazdasági bizottság is megtárgyalta az eset ezt a napirendi pontot is, és 7-1 hangú szavazata ugyancsak megtárgyalása és elfogadása javasolja a képviselőtestületnek. Jó, köszönöm szépen. Több hozzászólást nem látok. Akkor a vitát lezárom, és a határozathozatal következik. Ez a harmadik oldalon lévő határozati javaslat. Egyszerű szótöbbséggel, kérem, most szavazzanak. Köszönöm.
köszönöm. 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodása le. Egy hangon elfogadtuk, ezzel a rendkívüli testületi ülés véget ért. Köszönöm szépen. Találkozunk jövő csütörtökön.